az a sok évtizedes munka, azok az egészségügyi szűrések, mert ugye azt sem csinálják el mindjárt, tehát azok az egészségügyi szűrések, azok a kiállítási eredmények, amiket a kutya összeszed ugye azokon a kiállításokon, ahova beneveztük őket drága pénzért, ezek a kutyák fogják majd később generálni azt a következő kiskutya nemzedéket, akiből majd jön a kisgazdi, és akkor majd szeretne egy kiskutyust vásárolni. És ami nagyon fontos ugye, hogy ezek a fajta gondozó egyesületek, mint például a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület, minden egyes ilyen egyesületnek vannak tenyésztési szabályai, és ezeknek a tenyésztési szabályoknak meg kell felelni minden egyes tenyésztésbe vett kutyának. A podcast és a felelős kutyatartás elkötelezett támogatója a Frontpro. Ízletes, könnyen beadható rágótabletta kutyáknak, bolhák és kullancsok ellen. A pitbull és az amerikai Staffordshire Terrier talán a két legmegosztóbb kutyafajta a világon. Sokan a félelmetes harci kutyát látják bennük, ugyanakkor hazánkban is rengetegen rajonganak értük. Többen pedig mindent megtesznek, hogy feloldják a feléjük irányuló ellenszenvet, és tisztázzák a sok félreértést, ami ezeket a fajtákat övezi. Két elismert képviselőjüket el is hívtam a stúdióba, Kresalek Ágnest, az XXL Pitbull Kennel tulajdonosát, és Vaszi Zoltánt, a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület vezetőjét. A beszélgetésben megdől a szájzár legendája, és a dajka kutya mítoszra is kapunk szakértő reakciót, valamint megválaszoljuk a kérdést, kinek való a pitbull és az amstaff. Kiderül az is, mit lehet tenni, ha a kutyád összetűzésbe kerül egy harci ebbel. Ez az Én Kutyám Podcast, Sós Andi vagyok, tartsatok velem! Az Én Kutyám a felelős kutyagazdik portálja. Szeretettel köszöntelek benneteket, Kresalek Ágnes, az XXL Pitbull Kennel tulajdonosa, és Vaszi Zoltán, Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület elnöke, küllembíró van velünk, aki ezen kívül még a Tiger Tattoos Kennel tulajdonosa is. Köszi, hogy itt vagytok. Várjunk akkor a közepébe, és most nem titkoltan azt várom, hogy mindenki a sajátja mellett áll ki, hogy miért éppen a pitbull, és miért az amstaff, mert ti választottatok. Én választottam személy szerint, nekem ők egy kevésbé energikusak az én élet ritmusomhoz, úgy gondolom. Zolinak átadnám ezt a részét, az eredet, és hogy lettek ketté választva a fajta annó. Az amstaff, ő egy küllem kutyára szelektáltak inkább, családi kutyának, hobbi kutya. A pitbull is alkalmas rá, csak oda egy sokkal karakának gazda kell, és én meg annak tartom magamat. Zoli. Akkor, amikor megismerkedtem a fajtával, akkor nekem az amerikai Staffordshire Terrierrel párhuzamosan volt a Pitbull Terrier kutyáim. Igazándiból olyan eszevent különbség nem volt a kutyák között. Hát az amerikai Staffordshire Terrier és az amerikai Pitbull Terrier az egy azonos kutyafajta. 1936. július 11-én konfirmálták ezt a Pitbull Terrierként élő kutyafajtát, amerikai Staffordshire Terrier, és ő tovább megyek, Staffordshire Terrierré, mert akkor még nem rakták elé az American jelzőt. Tehát a pitbullt egyszer csak átnevezték? Igen, azok a pitbull kedvelők, pitbull tenyésztők, akiknek a pitbull terriernek ez a blood sport, ugye ez a véres sport használása nem volt szimpatikus. Ugye látták egyébként, hogy a pitbull terrier amellett, hogy nyilván erre a feladatra kiválóan alkalmas, sok-sok egyéb más feladatra is alkalmas. Azt is tudni kell egyébként, hogy az Amerikában élő pitbull terriereknek, az akkoriban élő pitbull terriereknek a zöme az egyébként egyáltalán volt fighting dog, tehát verekedtetett kutya. Ez kb. 10%-át ölelte föl az akkori állománynak. A többi kutya általánosságban farmer kutyák voltak, vigyáztak a nyájra, és hát ugye a családnak a kedvence volt. Az STCA ugye alakult ugye 1936-ban egy szervezet, ez a Staffordshire Terrier Club of America, és elkezdték törzskönyvezni, amár pitbull terriereket, Staffordshire Terrier néven, és itt elkezdődött egy olyan komoly szelekció, ami elkezdte egy kicsit eltávolítani egymástól ezt a két fajtát, de igazán egy fajtáról két típust. Igen, de ami a poén, ugye akkor megjelent gyorsan az angol Kennel Club, ugye a Casey-től egy levél, hogy hát nekik is van egy Staffordshire Terrierjük, ugye Angliában, ez a Staffordshire Bull Terrier néven élő kutyus, és akkor kitalálták azt, hogy hát akkor legyen ennek a kutyának American Staffordshire Terrier
a neve, és akkor így lett Amstaff, ugye ez a fajta. A két fajtának több országban a tenyésztése is ugye be van tiltva a mai napig. Mindenféle kép él a fejünkben, az emberek fejében, hogy mi mindenre voltak alkalmasak, mi mindent művelnek most ezek a kutyák. Ha kutyatámadásról van szó, akkor egyből az ugrik be nagyon sokaknak, sőt, ha nem is tudjuk, hogy milyen fajta, már médiában akkor is egy ilyen pitbull-szerű fej jelenik meg, pedig közel sem biztos, hogy ő támadott. Tehát nagyon rossz a PR-ja, ugye mondhatnám így is ennek a két fajtának. Ráadásul van egy ilyen hiedelem is, az hiedelem ági, hogy dajka kutyák voltak, gyerekőrzők, egy korona pitbulldog, szóval, hogy annyi mindent kéne rendbe tenni ezek körül, a kutyusok körül. Bocsánat, tehát nincs ilyen, hogy dajka kutya. Sem pitbullban, sem Amstaffban, sem semmi másban, ők kutyák. Nem kell őket felruházni emberi tulajdonságokkal, nem kell rájuk húzni semmi ilyesmit. Természetesen egy normál idegrendszerű kutya, az a családját védi, területét védi, de ettől függetlenül semmilyen ösztönlényt nem hagyunk ott egy gyerekre, hogy vigyázzon rá. Tehát ez valami legenda, hogy csecsemőt őriztek. Nem, tehát ilyen nincsen. Tehát, hogy egy épelmű ember nem rak kutya felügyelet alá, de szerintem semmilyen más állatnak a felügyelete alá nem rakja a gyerekét, meg más gyerekét sem. Köszi, hogy rendbe raktad. Itt finoman halkan horkolt Tony közben, nem mutattam be, de itt van velünk Tony is, az Amstaff, Zolinak a kutyusa. Nagyon jól viselkedik egyébként, tehát imádjuk. A Nelly Dog, Nurse Dog dologhoz hozzáfűzném, hogy valószínűleg azért alakulhatott ez a dolog ki, mivel hogy a folyamatos, brutál szelekció következtében a kutyáknak olyan magas fájdalom küszöbö lett, ami másfajtára nem jellemző, valószínűleg jobban bírta azt, hogy a gyerek tekeri a fülét, farkát, sattarattarak. És ezért gondolták azt az emberek, hogy ez milyen kiválóan alkalmas egyébként arra, hogy a gyermekek egyedüli védelmező legyen, de így, ahogy az Ági is mondta, tehát azért nem tartanám felelősség teljes szülőnek azt az embert, aki bármilyen kutyával, hangsúlyozom, nem Stafford, nem Pitbull, hanem unblock kutyával otthon hagyja a gyereket egyedül, mert biztos, hogy milyen jól védi, hisz az interneten ezt olvasta. Illetve hozzátenném, tehát, hogy itt a gyermekeknek is meg kellene szabni azt a bizonyos határt, hogy bármilyen kutyával nem nyúzzuk, nem nyomjuk ki a szemét, tisztába kell rakni, tehát hogy a kutyának fölállítjuk a szabályokat, ugye a gyermeknek is föl kell állítani, hogy ezzel a kutyával, de egyébként egy csivavával is, meddig lehet elmenni, meddig nem. Tehát, hogy igazából a legtöbb baleset, mert ugye ott jönnek ki ezek a dolgok, a legtöbb baleset ebből indul ki. Tehát, hogy keresd az embert, a legtöbb baleset az ilyen alcímmel is jelenhetne meg. Ugye azt mondtad, Zoli, te is, beszéltük, hogy őket viadalra tenyésztették. Tehát, hogy itt nincs mese, ezeknek a kutyáknak eredetileg ez volt a funkciója, a dolga. Mondhatom úgy, hogy nekik ez a komfortos, nekik ez a természetes. Így van. Igen. Akkor fölmerül a kérdés, hogy mi most a funkciójuk, mert ugye most is tenyésztenek pitbullokat, Amstaffokat, bár ugye, ha jól értem, az Amstaff pontosan arra szelektált, hogy eltávolodjunk a viadaloztatástól, és helyette egy családi kutya legyen. Részben igen. Tehát attól, hogy mi elkezdünk szelektálni, ez nem azt jelenti, hogy minden esetben sikerül a szelekció, és ugye nem szabad kizárni ugye a géneket. Tehát ugye attól, hogy ez a kutya hasraütök 80 éve nincsen kutyaviadalra számva, attól függetlenül azért ott vannak ugye azok az ösztönös dolgok, amiket mi kontrollal, vagy akár szelekcióval próbálunk elterelni egy ilyen urbánus elvárás irányába. Az attól egyébként ott van, és ugye nem szabad kizárni, tehát az amerikai Staffordshire Terrier, az már nem harci kutya. Igen, csak hát ugye a fizikai ereje az megvan ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban megvédje magát. Ugye miközben egy csomó tévhit van a kutyák körül, az Amstaffok meg a Pitbull. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon sokan ezt a kettőt abszolút egy kalap alá veszi, és azért beszélek így, mert azért is így ülünk most együtt. Tehát ez a helyzet. De egyrészt, tehát hogy én látok egy olyan vonulatot, hogy divat lett most Pitbullt meg Amstaffot tartani, hogy jaj, de cuki, vagy majd megvéd engem, vagy nem tudom. A másik oldalon, hogy aki meglátja is, már nem érti, hogy engedhetik mondjuk be a futtatóba, vagy jaj, a kutyám közelében ne jöjjön, elkerülik jó messzire, aki egy pitbullal vagy egy Amstaffal van. Szóval ezt a kettőt látom, és gondolom, hogy az igazság meg valahol középen lehet feltételezni. Ez így van. Én azt gondolom, megfelelő szocializáció kiskortól kezdve, és igazából az iskolában nem csak a kutyákat oktatják, hanem a gazdát is, hogy kezelje le. És azért nehéz ma Magyarországon, tényleg senkire nem akarok beszélni, de nem tudok egy olyan jó kutyaiskolát, ahol magát a pitbullt vagy a bull típust, ami egy kicsit karakánabb,
hogy tényleg fajtához képest tudják, tehát hogy föl tudják azt mérni, hogy az egy, másfél, két évesen be fog érni. És azért, mert a kutyaiskola területén belül nagyon-nagyon jól elközlekedik szájkosárba, vagy akár szájkosár nélkül, ő kimegy, kerítésen kívül, farok fölrak, és már átmegyek ebbe a vadászós üzemmódba. Ettől ő nem rossz kutya, nem ostoba, nem buta, ő azt tudja, hogy abban a közepben nem csinálhatom. Erre vagyok én mindig gazda, hogy rárakok egy szájkosarat, hát ugye nyilván nem szeretnék problémát magamnak sem. Tehát te szájkosára jársz a pirulok, hogyha legtöbbször igen szájkosára járok, illetve feszítő fába. Ez egy ilyen fa alkalmatosság, amit mondjuk a stabil fogást csinál a kutya, de nem csak a másik kutyán, hanem mondjuk egy lógatón, tehát akár egy harapópárnán, és ezek nem akarják elengedni, tehát nem szájzárat kapna, hanem nem akarja elengedni. A szájzár is legenda? Én azt gondolom, hogy igen. Tényleg? Hát tehát nincs ez, hogy ő nem tudja, hanem nem akarja. Hát akkor éhen halna az a kutya az első falat után. Ha szájzárat kapna, egy harapást. Igen. Hogy annyira... Erre gyere. Tehát, hogy nagyon-nagyon kiemelném azt is, hogy megfelelő kutyát, megfelelő helyről és megfelelő funkcióra. Tehát nem minden kutya alkalmas nekem, vagy neki, vagy akár neked. Kinek ajánljuk a fajtát? A hát én egy nagyon stabil idegrendszerrel rendelkező, nem álomvilágban élő embernek ajánlom. Lehet férfi vagy nő, de hogy igenis tisztában van a fajta képességeivel, mentálisan stabil legyen. Tehát itt nincs az, hogy családtag, nagyon szeretjük őket, tűzbe megyünk értük, de ő kutya akkor is. Tehát, hogy a kézben tartatóság az életük végéig, tehát amíg szegény le nem hunja a szemét, az addig fog lenni. Tehát 10-12 éves kutya is ezekből a fajtából aktív. És ha olyan kontaktba kerül sajnos egy kutyasétáltatás, de önsétáltató kutyák, a kóbor kutyák, mindig veszélyforrás jelentenek. Tehát azt mondod, hogy a te kutyáid tulajdonképpen veszélyforrás a többi kutyára nézve? Ha oda jön, nyilván. De ez most innen. De csak a kutyára? Lényegében igen. Mielőtt tovább megyünk, hangsúlyozzuk, hogy közterületen kötelező a pórász használata, amivel a harci kutyával való találkozás is megelőzhető. Az állatvédelmi törvény felhatalmazása alapján megalkotott, kettelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet kategorikusan kimondja, hogy kutyát csak pórázon lehet vezetni, belterület közterületén, kivéve a kutyafuttatásra kijelölt területeket. Közterületen túl természeti, védett vagy vadászterületen is tilos felügyelet nélkül elengedni a kutyát. Itt ráadásul, ha vadatűz, a vadász jogszerűen kislőheti. Tehát nem csak azt kockáztatjuk, hogy szabásértési bírságot kapunk, hanem az állatunk életét is. Az Én Kutyám, a felelős kutyagazdik portálja. Kinek való az Amstaff? Hát én ugyanazt tudom mondani egyébként, amit az Ági is, sőt, én megerősítenem avval, hogy alapvetően kutya nem való senkinek. Pontosan nem mindenkinek való. Na, tehát ez így helyes. Tehát az a baj, hogy a mai urbánus környezetben itt a természetet konkrétan mi magunk zárjuk ki, de azért van rá igényünk, mert hát ugye nézünk David Attenborough filmeket, meg ilyesmi, és akkor gondolkodik az ember, hú de jó lenne mondjuk, meg olvassa Konrad Lorenznek a könyveit, és akkor hú de jó lenne farkast tartani, akkor nem tartok farkast, hazahozok egy éppen akkor aktuálisan divatos fajtát, meg is érkeztünk ugye a divathoz egyébként, ami sajnos az összes kutyafajta halálát, ami egyébként divatos lett, vagy legalábbis brutális romlását eredményezte. És akkor megérkeztünk ahhoz, hogy ugye szuperlapos tévé elé a kóla chips kombóval ülünk a tévé előtt, vakargatjuk a kutya buksi fejét, és kimerül ugye a kutyázás ebben, valamint abban ugye a parkban ott csivitelünk a barátokkal, kutyát egyáltalán nem leterhelve. Tehát a leterhelés az nem egy rossz dolog, a kutya igényli egyébként a foglalkozást. Látható volt az előbb is, hogy feküdt, hogy normáliskodott, és akkor rájött, hogy hát azért jó lenne valami mást is csinálni, mert ez nagyon unalmas itt feküdni. Most nyilván, hogyha ez a kutya le lenne vizsgáztatva, lenne mondjuk affinitásom rá, hogy én tényleg most már befejezzem ugye azt, amit minden évben minden kutyámmal elkezdek, le lenne vizsgáztatva, akkor az jövő hét keddig ott feküdne ez a kutya, mert neki ez lenne a feladata. De mivel, hogy én egy picit azért lazábban kezelem ezt a dolgot, mivel én nagyon-nagyon szeretem a szabadságot, hát és a kutya is azért úgy gondolom, hogyha kontrollad, de szabadon van, akkor azért az neki egy sokkal jobb élet, mint hogyha folyamatosan kommandíroznám szerencsétlen kutyát. Nagy félreértsük, vannak olyan kutyák, hogy kifejezetten kívánják azt, hogy utasításokat kapjanak, de mondom, ez megint csak karakterfüggő. A Tony az egy ilyen szuper szoft kutya,
ő egy aranyos kutyus. Na, tehát nem ledegradálom, ez fog, mint a satú a kutyaiskolában. De alapvetően ő egy nagyon-nagyon jó családi kutya. Ő egyébként őrzi, védi a családját? Tehát ha valakinek az fordul meg a fejében, hogy legyen egy tekintélyes kutyám, aki mellett nem kell félnem mondjuk este az utcán, persze már a látványa miatt sem, de hogy egyébként is megvédene? Hát ugye egyetlen emberre ugye mennek ezek a kutyák, mert arról azért beszéltünk, hogy ők ugye kutyákkal. Igen, nem én azért mondom, hogy a pitbull az zsákmány ösztönből dolgozik, ők pedig inkább területvédő ösztön, vagy hogy is mondjam, tehát hogy... Az amstaffo. Igen, inkább védő ösztön, nem terület, védő ösztönük, nekik jobb. Igaza is van az Áginak, meg nem is tudni. Ez is egyedfüggő. Igen, mert így van megint csak az egyed. Tehát a zsákmányos kutyák azok sokkal könnyebben kezelhetőek. A fejlett védőösztönnel rendelkező kutya, az pedig, hogyha elrontja mondjuk az őrzővédi kiképzést mondjuk a hányaveti segéd, akkor abból könnyen lehet egyébként tehát civiles kutya, aki mindent megszed az utcán, ami csak az útba kerül. Tehát emberre fog menni, úgy emberes lesz. Igen, ez van a fajtától független. Tehát ez megint világos. Nem az, de nem az amstaff. Tehát az őrzővédő tanfolyamot elrontjuk. Nem? Igen. Nem megfelelő szakember. Aha, így van, és az a baj, hogy mivel hogy Magyarországon most már egyre többen lerakhatnak mindenféle himiumi internetről letölthető diplomákkal, tanfolyamokat. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kókler kutyakiképző van. És nyilván nem akarok senkit ebben bántani, viszont azokat az embereket még nagyon szívesen megvédem, akik valóban komoly szakmai munkát végeznek egyébként a kutyaiskolákban, de ebből sajnos egyre kevesebb van. Azt mondjátok, hogy ezek a kutyák viadalokra termettek, erre vannak kitenyészve, ez a genetikájuk, stb. Stb. Tehát miért baj az, hogyha azt akarják, kutyázni vágyók, hogy az a kutya, az már ne olyan legyen, mint régen. Hát akkor másik fajtát kell választani. Lehet, hogy az összes többi fajtánál is megvan ez a fajta jelleg. Azért mégis egészen másképp élünk már a kutyákkal, mint évezredekkel ezelőtt. Igen. Tehát ez nem természetes, hogy ők is változnak? Mert hogy mi megváltoztunk, az biztos, már nem úgy élünk. De nem, a zsiráf se változik. Aha. Vagy az oroszlán se. Csak az ember? Amiben az ember belenyúl, az fog változni. Szeretjük, ami nagyon jól néz ki, de nem szeretnénk az, amitől elindul. Tehát te is azt mondod, Zoli, hogy miközben a mi életmódunk nagyon megváltozott, de a kutyát ne akarjuk már bele változtatni? Én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy negatív társadalmi tendencia, amit mi most megélünk. Már most ez, hogy a természettől elválva. Igen. És az a baj, hogy a saját komfortunknak megfelelően próbáljuk az összes kutyafajtát szelektálni, a helyett, hogy egyébként a saját komfortunknak megfelelő kutyafajtát választanánk. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy minden kutyafajta rendelkezik standard leírással. Ez a standard leírás nem csak a külső jegyekről szól, tehát hogy a kutya hogy nézzen ki, hanem a belső tulajdonságokról is, hogy ennek a kutyának hogy kell viselkedni, hogy kell reagálni a környezetére. Tehát most nyilván, hogyha ezek után mi fogjuk, és azokat a tenyésztett tulajdonságokat, amiket egyébként komoly, most már nyugodtan mondhatom, hogy közel 100 éves szelekcióval kialakítottunk, ugye ezeknél a kutyafajtáknál, vagy mérsékeltünk ugye a pitbull terrierből, ugye az amerikai Staffordshire terrier felé, ezek ne változzanak tovább, mert onnantól a fajtáknak a karakterét fogjuk elveszíteni, és nem lesz amerikai Staffordshire terrier vagy pitbull terrier az a kutyafajta, amit vásárolunk vagy tartunk, hanem csak egy annak kinéző, ám de plüsmackó viselkedésű, mint a bármelyik más, most általam nem felsorolt kutyafajták. Tehát az a baj, hogy én azt látom, hogy a társadalmi szisztéma rossz. Tehát nem szabad a kutyáknak a standardbe foglalt karakterén változtatni, mert konkrétan maga a fajta fog odaveszni. Mi tenne jót a két fajtának, és mi a helyzet a kutya viadalokkal? Továbbra is Kresolek Ágnes, az XXL Pitbull Kennel tulajdonosa, és Vassi Zoltán, a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület vezetője a vendégeim. Az Én Kutyám, a felelős kutyagazdik portálja. Mi legyen akkor, hogyha megtörtént a baj, és összetűzésbe került a kutyám egy pitbullal, vagy egy amstaffal? Mit lehet tenni?
Ugye azt is halljuk, hogy a pitbullok, vagy nem tudom, az amstaffok is így vannak, hogy így mondták nekem a kutyaiskolában, hát ő egyből torokra megy. Tehát nem fogom a jelzéseit látni, hogy ő akar-e támadni, vagy nem, mert ő neki egy pillanat, ez is legenda. Én azt gondolom, hogy egy jó gazda az a kutyának a rezdüléséből tudja, a szem villanásából tudja, hogy az a kutya mit fog reagálni, illetve ismeri. Tehát vele együtt nő föl, neki ismernie kell azt. Hát jó a gazdája, de én, mint idegen. Ott kell lenni a gazdának is. És ha nincs ott? Hát akkor meg akkor van a baj. Mit kell ténylegesen csinálni? Abszolút, igen. Okay, hogy védem meg a kutyámat? Tegyük föl, megfogja egy stabil fogást. Ezek nem rágnak, ez nem német juhász, ez nem tudom, mi az, ami még így rág. Nem csipikedni vagy? Igen, tehát nem cakkozza, hanem ezek stabilat fognak, nem torokra megy. Általában van, amelyik például lágyék részre megy, lábra, fejre. Itt igazából az, ahogy neki sikerül. Tehát ez nem egy ilyen, mit tudom, mint a boxoló, hogy hú, fölrakom a kezemet, és akkor jobban. Nem, tehát ő oda fog menni, amit ő úgy érez, hogy stabilan meg tud tartani. Ilyenkor jön egy gazda, és akkor mondjuk tegyük föl, van nála feszítőfa, vagy egy bot, egy hosszabb bot, és akkor ide a foghoz be kell rakni, és szét lehet szépen feszíteni a kutya száját. De hozzáteszem, hogy ehhez a másik kutya, az csapkodni fog. Azt is stabilan fogni kell, most nem csak pitbullról beszélünk, hanem bármiről, ami komolyan tud fogni, azt is. Tehát mind a két kutyának stabilan kell állnia, és akkor tudjuk lefolytani őket. Tehát azzal, hogy elkeállunk rugdosni, sikítozni, ez egy plusz impulzus, szerintem még csóvál is közben. Sőt, a kankutyáknak rendesen merevedésük lesz, mert ők élvezik ezt. Már most a pitbull meg az amstaff? Így van. Tehát, hogy ők ezt erre lett kitalálva. Mert ez a, igen, ez a halnak a víz. Igen. Tehát ahogy egy puli szaladozik a nyáj körül, és ő azt teszi boldogra, tehát ezért próbálunk mindig 5 méterrel előttük járni. Akár fölkaptam a saját kutyámat csak azért, hogy ne legyen ebből gond. És nem csak azért, mert hiába van rajta szájkosár, szájkosárra is olyat tud ráverni, hogy akár egy gerincsérülést tud okozni a kutyának. Mégis vannak ilyen támadások, tehát nem mindenki ilyen felelős gazdi vagy tulajdonos, mint ti vagytok. Hogy mi a helyzet ezzel, hogy ez akkor azt jelenti, hogy nagyon sok avatatlan kézben van ilyen típusú kutya? Ez így a probléma. Van. És egyáltalán ugye ők pitbullok-e és amstaffok-e? Mert ugye van ez a jellegzetes fejforma, és mindegyikre azt mondjuk, hogy na, akkor ez egy pitbull volt. És akkor itt keverékek, szaporítottól származók, nem tudom, ugye mindenféle a pakliban van. Tehát én, kutya nagyon kevés. Amit egyébként ezzel a viselkedés dologgal, meg ezekkel a problémákkal kapcsolatban el kívánok még mondani. Tehát ezeket a dolgokat azért megpróbáljuk egyébként, akár egyesületileg is a lehető legjobban mérsékelni. A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület égisze alatt törzskönyvező, tenyésztő személyeknek a kutyáit minden esetben nem csak egészségügyi szűrések alá vetetjük, hanem van nálunk egy hivatalos szocializációs teszt, karakterteszt, amit egyébként FCI teljesítménybírók végeznek. Itt ugye kutyakiképzőiskolák vezetőiről beszélünk javarészt, akiknek egyébként megvan adva, hogy mit kell, hogy nézzem, ugye ennek is van egy metódusa. Ezeknek a dolgoknak meg kell, hogy feleljen. Itt elsősorban, hogy a kutyának a szocializációjára vagyunk kíváncsiak, tehát kimegyünk a környezetbe, ahol egyébként az autó megy, autóra nem támadhat ki, biciklisre nem támadhat ki, babakocsira nem támadhat ki. Tehát kutyára? A kutyára érdeklődést mutathat. De érdeklődést mutathat, de támadó viselkedést nem mutathat. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket meg kell csinálni. Vadidegen emberek csoportot alkotnak, akkor azon keresztül kell menni. Meg szóval alapvetően egy társadalombarát dolgot próbálunk mi csinálni, most már 10 éve. És a Mastaff Egyesület által regisztrált tenyésztőknek a kutyáival azért olyan óriási nagy probléma nincs. A sajtóban azért nem a törzskönyvezett tesztelt. Tehát nem ott vannak a gondok, hanem hát a szaporított, a mindenféle ellenőrizetlen helyről származó kutyák esetében van, mondjuk olyan kutyatámadásnál is összefüggés a pitbullok, amstaffok között, ami mármint, hogy NAK nevezett, de nem azok között, amikor embertámadásról van szó, nem? Tehát, hogy ugye... Embert az nagyon-nagyon szélsőséges esetben harap az amerikai Staffordshire Terrier, vagy akár a pitbull terrier. De miközben azt olvasom, hogy például Amerikában vezetett statisztikák szerint az Egyesült Államokban a legtöbb halállal végződő kutya harapást pitbull terrierek okozzák. Ezek ugye nem a tenyésztett, hanem a szaporítottól. Nem. Támadás mértékét nézve, ugye csak sima támadásra beszélünk, akkor nem gondolom, akkor hogy nem. Ő fog vezetni. Akkor sőt, 400 akárhanyadik helyen van akkor a pitbull terrier. Tehát nem ő támad, csak ha ő támad, akkor az valószínűleg akár tragédia. Van egy olyan mondás, ami igazándiból, ez egy nagyon régi dolog, és a pitbull terrierre
lett ez kihegyezve, nem ember ellen, alapvetően ugye ez az egész gondolat, hogy a verekedést nem a pitbull terrier fogja kezdeni, de biztos ő fogja befejezni. Azt hűzem azért hozzá, hogy a pitbullt, illetve maga a két fajtának a közös eredetét, ugye pontosan azért szelektálták, vagy úgy szelektálták, hogy ember ellen nem fordulhat. Nem támadhat. Tehát nem támadhat. Sem edzés alatt, sem amikor benne voltak ebben a bizonyos szituációban, a másik kutya ellen. Ugyanezért nem jó területvédők, úgymond, tehát, hogy én most kirakom, nem, arra vannak a kaukázusiak, tehát arra ki lett valami terjesztve. Ezek szeretik a 20 fokot, szeretnek aludni, rövid, pici sejemszőrük van, tehát nem erre való. Ami nagyon fontos, tehát valóban egyébként ebben az Áginak igaza van, ezek a kutyák nem védő kutyák, viszont nagyon jó testőrkutyák, tehát ez nagyon nagy különbség. Mi a különbség? Hát az, hogy a védőkutya az általánosan NO24-be be van kapcsolva, a testőrkutya meg nagyon jól fölismeri a helyzetet. Tehát én nekem volt olyan kutyám, akiről én azt tartottam, hogy import kutya volt, nagyon-nagyon szuper kutyus volt, tehát dicsérhetem, ugye nem intenyésztettem. És annyira szép volt, hogy azt hittem, hogy már okos nem is lesz soha. És egyszer egy konfliktusba keveredtem, hát én csodálkoztam a legjobban, ez a kutya olyat mellém állt, hogy valami eszement. Mondom, elcsodálkoztam, hogy ez, tehát most bocsánat az ez kifejezésében, mert nekem a kutyák mindegyik ő, de valami hihetetlen, tehát mondom, hogy én is tanultam még azokból a dolgokból, hogy az ember ugye az egész életét egy iskolának kell, hogy tartsa, és ugye minden nap tanul valamit. Én és van. Én aznap tanultam egy olyat, hogy a legszuper bűbájosabb kutyám is, ha olyan szituáció van, az bizony mellé áll az ember mellé. A pitbullokat tudom, hogy nem lehet egymás mellett tartani, tehát el kell őket különíteni, szeparáltan tartani. Igen, ez minden domináns fajtára érvényes. Igen. Az Amstaffot is úgy tartott, tehát nincsen falka? Hát az üvegtigris biztos láttátok. Aha. Na, és az üvegtigrisben van az a jelenet, amikor lelőjem? Ja, mivel? Semmivel. Vagy ő meglátja a rendőrt. Ja. Na, hát és azért nem lő semmivel, mert tudja azt, hogy ebből baj lesz. Igen. Na, tehát nekem van úgy, hogy több kutyám van kint az udvaron. De én vagyok a srác, akire kinéznek a kutyák, hogy na mivel, semmivel. Aha. Tehát az a lényeg, hogy kizárólag felügyelettel tartható, szerintem minden domináns kutya, nem Amstaff, nem pitbull kérdése. De ugye az Amstaffot akkor még egyszer erősítsük meg, ugye olyan értelemben kezdték elkülöníteni a pitbulltól, hogy családibb kutya igen, legyen, igen. És kevésbé legyen a fajta társaival is agresszív. Igen, ugye? Igen, így van. Ne kerülgessük a forrókását, beszéljünk a viadalokról. Hallgassuk meg először az idevágó jogszabályt. Az állatvédelmi törvény értelmében tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat. Tilos az állatviadal szervezése, tartása, továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való közreműködés, részvétel, fogadáskötés. Mi a helyzet ma a viadalokkal? Mert ugye illegális, mit gondolunk róla, mit tudtok róla? Igazán én a saját kutyámat nem raknám be soha. Na de most akkor, ha rajta ütnek, vannak ilyen napvilágra került igen. Esetek egy viadalos helyen, és ott 30 kutyát lefoglalnak, abból és ugye egy-kettő már ott, így igen. Van, hogy utólag ráadásul lealtatják. Mi a rehabilitáció igen, esetünkben, igen. Ha egyszer neki az a természetes, igen. Hogy ő viadalon igen. Van, igen. Akkor miből rehabilitálom de a saját is. Magából? A vizslát se rehabilitáljuk, már hozza a madarat, meg a pulit se, meg a kollikat igen. Se, meg semmit. Ez ösztönös genetika. Tehát, akkor miért a pitbullból, meg a bocsánatok. Tehát ő így született, miből rehabilitálom. Így van. Tehát, mondjuk én jártam kutyasuliba, amúgy ilyen pitbullal, akit hozott a gazdája, aki örökbefogadott, mert megmentett viadalból, és azért vele van dolog, mert hogy akkor nem altatjuk le, de nem is fog többet viadalozni, akkor mi marad? Élhető családi kutya. Élhető családi kutya lehet kontrolla. Tehát nem rehabilitálom, mert hiszen neki ez a vére genetikája, ez a legtermészetesebb dolog, hanem kontroll alatt tartom. Igen, az a kutya nem fog megváltozni attól, csak kontroll alatt van. Tehát nyilván, tehát akkor, amikor az illető tegyük föl sétáltatja azt a kutyát, akkor neki nagyon-nagyon képbe kell lenni avval, hogy mi van a közvetlen környezetében, vagy még esetleg a közvetlenen túl, mert ez a kutya, ne felejtsük el, hogyha a kutyának nem lenne jó szaglás, akkor az a rendőrség nem használná őket nyomozásra. Tehát effektív a kutya már simán képben van több száz méterről, hogy ez egy másik kutya, milyen ivarú. Csak hogy ugye és azért egy viadalos kutya, azt gondolom sokkal inkább arra van. Ösztönerősebb, persze. Tehát, hogy ez genetikailag így van. Akkor is, ha te soha nem viszed viadalra, és nem kondicionálod rá, akkor is, ha igen. Kutyám, az például életében nem mert ilyen szituáció, de 4 hónaposan a kölyök felvezetés nélkül lennél,
mert összecsaptak volna a kölykök. Tehát ez nem tanítás kérdése. Így van. Genetikailag ezt lehet, lehet kontrollálni, kutyaiskolába közömbösíteni, de ha őt megcsipi valami, akkor ott már elindulunk meg. Te mit gondolsz a viadalokról? Tehát ami nagyon-nagyon fontos, tehát ezt a fajtát a viadalok csiszolták gyémántá. Tehát olyan, olyan brutális szelekció ment keresztül ez a fajta, mire a modern pitbull terrier lett, vagy az amerikai Staffordshire terrier, hogy az előbb ugye beszéltünk itt az ember elleni támadásról. A viadaloknál ott nagyon-nagyon fontos volt az, hogy biztonságban tudják ezeket a tevékenységeket végezni, és ahogy a kutya nem a másik kutyával foglalkozott, kinézett, lelőtték a csodába kész. Tehát kvázi az a kutya nem is került tenyésztésre. Nem most hogy kinézett, hogy emberre fordult volna? Nem, vagy? Nem a feladatával foglalkozott. Lelőtték? Neki lelőtték. Uh-huh. Tehát és egész egyszerűen azért, mert nem akarták megreszkírozni azt, hogy az a kutya, ne találd el azt a bírót, vagy azt a két handlert, aki benn van a ringbe, azokat jól megrágja esetleg a kutya, mert úgy gondolja, hogy ez egy könnyebb falat, mint mondjuk a másik, aki visszaharap. Na de akkor ne legyen viadal. Ne legyen, de a pitbull terriert millió egy dologra lehet egyébként használni. Hát ott vannak a kiváló kutyaiskolák, vannak olyan sporttevékenységek, amivel meg kiválóan ki lehet aknázni ezeket a szuper tulajdonságokat, amikkel egyébként a pitbull vagy az amerikai Staffordshire terrier bír. Ugye Magyarországon nincs betiltva a tenyésztés ezeknek az állatoknak már, így van, csak egyes egyedeket lehet ugye veszélyesnek nyilvánítani már. Tehát fajta nélküli megállt. Így van. Viszont van, ahol igen, van, ahol be vannak tiltva. Például most ugye Dániában volt a Európa kiállítás, ott ugye nem is lehetett amstaffokat bíráltatni, mivel hogy abban az országban be van tiltva. Én azt gondolom, hogy rossz a rendszer a betiltást, mert az nagyon-nagyon könnyű rásütni egy kutyafajtára azt a bélyeget, hogy ez ilyen vagy olyan vagy amolyan. De egyébként, hogyha az egyedeket nézzük, akkor még nagyon elenyésző a létszám, aki valóban esetleg mondjuk olyan viselkedésformát mutatna, ami valóban társadalomra veszélyes lehet. Magyarországon 1996-ban be volt tiltva, tehát akkor betiltották az amerikai pitbull terriert. Én akkor nagyon sokat jártam még mindenféle műsorokban, ugye a pitbull terrier mellett kardoskodva, hát ettől függetlenül be lett tiltva a kutyafajta, majd, és most jön a poén, és most jön egyébként a nagyon-nagyon intelligens döntés. 10 évet gyűrték a dolgokat, a kutyaharapások egyáltalán nem csökkentek, tehát mindenféle kutya ugyanúgy harapott, és utána azt tette kvázi ugye a törvényhozás, hogy felszabadította a pitbull terriert. Tehát akkor itt nálunk a szabályozás ez így sokkal... Ez egy teljesen helyes szabályozás, korrektebb. Azt gondolom. Uh-huh. Tehát akkor, hogyha egy kutya veszélyes, azt igenis meg kell különböztetni, akár fajta nélküli kutya, akár bármilyen más fajta, vagy akár pitbull, vagy amerikai Staffordshire terrier. Abban az esetben, ha meg nem veszélyes, akkor meg élje a pajkos kis életét a kutya kontrollat. Nekik fülüket vágják, ugye? Szabad-e? Nem szabad? Nem, tehát elviekben nem lehet Magyarországon. Én azért hagyd tegyem hozzá, hogy ez a fajta, nem is a pitbullra vonatkozóan, nagyon sok fülgyulladással, középfülgyulladással, simán csak megrázza a fejét, már szétcsapja a füle végét, vérzékeny pont. Most már nem engedik, pedig szerintem sokkal karakteresebb és jobban néz ki. És mit tudom én, de most ha azt veszük egy Dobermann vagy egy Rottweiler is, hogy néz ki füllel, farokkal, tehát borzasztó személy szerintem. Most aztán vállalom érte a dolgot, tartom a hátam, de én nem gondolom, hogy ez lenne a legnagyobb probléma ma állatvédelmileg Magyarországon, hogy vágva van-e a kutyafüle, vagy sem. De az van, hogy követjük ugye ezeket a nagyon-nagyon álságos állatvédelmi szabályokat, és az a baj, nagyon-nagyon sok olyan állatvédő szabály létezik, ami nem az állatnak a javát szolgálja, hanem a mi lelkiismeretünkre próbál hatni, hogy hú, de jó, nem vágtuk le Buksinak a fülét, így biztos, hogy nem fáj neki. Aval egyébként nem számolunk nyilván, amit az Ági is mondott, mert ez nem kell amstaffnak vagy amerikai pitbull terriernek lenni, hanem alapvetően egy olyan kutyafajtának, aminek vág volt folyamatosan a füle, vagy lapátfüle, vagy tök mindegy csomó. Tehát funkcionálisan lehetnek ezek így kialakítani, hogy vágni kap, könnyebben kap középfültő, vagy akár belső hallójára gyulladás. Nem vagyok állatorvos, viszont ugye nekem a kutyáimnak az ömének már van füle, ugye nem vágattam le a fülüket, és látom azt, hogy bizony sokkal könnyebben ödémásodnak, pont ezért ugye rázza a fülét, ugye ott keletkezik egy kicsike kis vérömleny, ugye az begyűlik, tehát ez óriási problémákat tud okozni. Mit tenne jót a fajtának szerintetek? Mi kéne? Egyáltalán most gond van? Én azt gondolom, hogy minden fajtánál gond van. Nálunk a pitbullban én azt gondolom, hogy ugye ez egy nagyon-nagyon
sokrétűen fölhasználható, de ez nem szép szó, kutya. Tehát ez lehet akár egy súlyhúzó kutya, egyéb technikai sportok a tűző kutya, hiszen nagyon jó aggyal rendelkezik, nagyon jó testalkattal, izomzattal, kitartással. Én megmondom, hogy én 45 éves vagyok, én mondjuk 15-20 év múlva én még szeretnék pitbull tartani, igazi pitbull tartani, és nyugodtan ezért is vállom a felelősséget, ha nem lesz Magyarországon, ha csak nem magamnak tenyésztek ki, tehát én elsősorban például magamnak hozok le almot, kiveszem magamnak, tehát nem a vevőkört szolgálom ki, hanem saját magamat. És ha valakinek azt tetszik, amit én agyban kitalálok, hogy miért azt rakom össze azt a vonalat, akkor szívesen látom elő-utókontrollal, élethosszig tartó kapcsolattartással. Én amúgy örökbe is így adok kutyákat, aminek nem nálam születtek, csak megmentettem és helyrehoztam őket. Nem rehabilitáltam, tehát helyrehoztam őket. Én azt gondolom, hogy nem jó irányba vagyunk, lehet, hogy ez majd változni fog, de nincsenek illúzióim és Amstaffra, de egyébként semmilyen fajtára való tekintettel én így vagyok. Tehát egy malit nézzünk meg, sokkal több az ideg gyenge akár, de nem, tehát bármilyen fajta, tehát a spánielek is sokkal stabilabbak voltak, nem kapkodtak, nem volt ez a nagyon túlpörgős feszültség bennük. De mert ugye mi van mellette? Mert van az, hogy a néhány százaléka születik tenyésztőknél a kutyáknak, és van az óriási nagy, amelyiknek nem tenyésztőknél, de hát ott semmivel sem jobb a helyzet. Hát sőt, tehát még mindig itt van a leginkább tudatos történet. Így van, csak ugye az emberek azt nézik, nem? Hogy egy kutyának azért van ára, mert abba a tenyésztő belerakta a munkáját, tehát ebből megélni nem lehet, nem ebből van autónk, házunk, mindenkinek van egy privát foglalkozása, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy nem a törzskönyvezés, az a 7000 forint, vagy nem tudom, most nem ez adja kutyának az értékét, hanem a belefektetett évtizedek munkája, az, hogy én kimegyek külföldre, akár csak egy spermiót vásárolok, annak a fagyasztási díja, tehát ugye ez egy nagyon-nagyon sokrétű dolog, és egy oltatlan, bocsánat, Borsod, Szabolcs, de szerintem Pest megyében is van ilyen, tehát hazavisztük az oltatlan, nem szűrt kutyákat, pitbulloknál is egyébként, én azt mondom, hogy javasolt, tehát én ugye súlyhúzással is foglalkozom, az egyesület elnöke vagyok. Tehát amikor hoznak egy kutyát, és azt mondják, hogy hát Ági, én nem bírok vele, sokkal több az energia, mint amit én le tudok vezetni, akkor azt mondom, hogy oké, rendben, mozgassuk meg, de csináltassunk neki egy szívultrahangot, könyök és csípődépét. És ha ez rendben van, akkor jöhet súlyt húzni. Így van. Vagy bármilyen, egyébként bármilyen sportra, és egyébként szerintem alapvetően a kutyának ez kell, hogy megvizsgáltassuk, hogy egészséges-e. Na most, ha elmegyünk valahova, és veszünk egy jófogásos kutyát 50 ezerért, az konkrétan a kiskutyának a feldevelési költségét sem tartalmazza. Amikor elkezdődik egy tenyésztés, ott már a kutyát, az anyakutyát, a kankutyát is minőségileg tápláljuk. Ki táppal, ki, én például nyerses vagyok, tehát én lóhússal, szarvassal, ezeket nagyon nehéz beszerezni, ugye. De hogy az ugye ez egy tiszta hús, nem egy gén kezelt, ugye minél kevesebb emberi érintkezés. Onnan épül föl az anyakutyának a sejtjeiből, az apakutyának a spermiből, az kell, hogy erős legyen. Tehát ha felelősen veszük, és vannak olyanok, de van olyan, aki azt mondja, hogy jó, hát nem jó sikerült a vásárlás, azt kidobja a út mentén, majd elpusztul. Tehát ugye annak kanyarodtál ide, hogy nem az a sok pénz, ami a törzskönyv, hanem hogy ez a rengeteg beletett mindenféle. Így van, és én ezt sem mondanám sok pénznek, 500 eurókat vagy 1000 eurókat, ha egy nyomorult telefonra le tudunk rakni, akkor nehogy már arra ne tudjunk, amíg tizenvalány évig lesz a társunk. Én mindig úgy szoktam fogalmazni egyébként, hogy nem a kiskutyáért kifizetett összeg a legmagasabb díj, amit a kutya egész életén keresztül fizetni fogunk. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy akkor, amikor mi elkezdünk kutyát keresni, legyen ez bármilyen fajtájú kutya, akkor nyilván a Magyar Tenyésztők Országos Egyesülete Szövetség égisze alatt regisztrált tenyésztőket keressük meg. Minden kutyafajtának van törzskönyve. És a törzskönyvezett kutya az nem azért lesz drága, mert ahogy az Ági is mondta, hogy 8000 forintba kerül a törzskönyv, és most akkor egyből egy ilyen szorzót fog a tenyésztő elé rakni, hanem azért, mert egész egyszerűen az a sok évtizedes munka, ahogy az Ági is mondta, most csak tudom én is ismételni, azok az egészségügyi szűrések, mert ugye azt se csinálják el mindjárt, tehát azok az egészségügyi szűrések, azok a kiállítási eredmények, amiket a kutya összeszed ugye azokon a kiállításokon, ahova beneveztük őket drága pénzért, ezek a kutyák fogják majd később generálni azt a következő kiskutya nemzedéket, akiből majd jön a kisgazdi, és akkor majd szeretne egy kiskutyust vásárolni. És ami nagyon fontos ugye, hogy ezek a fajta gondozó egyesületek,
mint például a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület. Minden egyes ilyen egyesületnek vannak tenyésztési szabályai, és ezeknek a tenyésztési szabályoknak meg kell felelni minden egyes tenyésztésbe vett kutyának. És most te hogy látod akkor a jelent meg a... Én azt gondolom, hogy pont tegnap raktam ki egyébként az egyik ilyen közösségi felületre, mert tegnap volt pont 10 éves ugye az egyesületünk, és az elején sok támadás ért minket, mert nagyon sok tenyésztő azt gondolta, hogy mi ilyen hülye szabályokat akarunk hozni, és akkor ezzel az ő sikerét gátoljuk. És aztán lassan megértették egyébként, hogy azzal, hogy mi rendszerbe szedtük ezt a dolgot, és szabályokat hoztunk létre, ezzel csak kaput nyitottunk a nyugat-európai érdeklődők felé is, mert látták azt, hogy egyébként Magyarországon is lehet kiváló egészséges kutyákat vásárolni, ráadásul ugye nemzetközileg jegyzett laboratóriumokkal végeztettük ugye ezeket a szűréseket, és ezekkel a dolgokkal talán egy kicsi biztonságot is tudtunk adni azoknak az embereknek, akik hezitáltak azon, hogy vegyenek-e kutyát, vagy ne vegyenek, de egyébként sajnos visszakanyarodunk a szaporítók felüli dologhoz, hogy tehát engem, mi vagy az egyesület elnöke vagyok, azért hetente, két hetente azért csak-csak fölhívnak emberek, hogy ők szeretnék törzskönyvesztetni a kutyájukat, mit tudom én, hasonlítok XY helyen vették, és hogy nagyon szép, meg nagyon csodálatos, meg nagyon buksi, és akkor hát én mondom, hogy nem lehet, nincs rá lehetőség, mert ennek a kutyának már törzskönyvezetten kellett volna gazdához kerülnie, tehát valószínűleg ennek a kutya, Toni, ül, légy szíves, fekszik. Toni veszíti el a türelmét, de nem csodálom. Kiprovokálta az Ági. Én voltam. Jaj, az Ági a hibás, persze. Keresd az embert. A hibás. Ugye meg a nőt. Keresd a nőt. Amikor egy kan elveszíti a türelmét. Na, tehát amit akartam volt minden viccből félreteni, hogy ezeket a szaporítókat, ezeket nem tudom, hogy milyen módon lehetne kiiktatni. Az a baj, nagyon nagy zűr van a fejében. Tehát egy oltási könyvre azt hiszem, hogy törzskönyv. Uh-huh. Például. Vagy hogy egy oltatlan kutyát nem viszünk haza 6-7-esen. Igen, és a Szapinak a tevékenységét egyébként az a vicc, hogy ezek a befogadtam, meg a megmentettem, meg ezek a sztorik, ezek konkrétan ők generálják az egészet, mert ugye olcsó húsnak híg a leve, de azért megveszem az olcsó húst, hát ha nem lesz most olyan nagyon híg ez a dolog, és tényleg Isten lássa lelkem, mert nem akarom ezeket az embereket bántani, akinek nincs pénze kutyára. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek ne is akarjanak kutyát vásárolni. Hát ne akarjanak fajta tiszta kutyát, mert most még akkor... Még azt egy állatorvosi költség. Mondjuk az a keveréknél is lesz a bármilyen mentett... Igen, vagy én ezt akartam mondani, vagy fogadjanak örökbe egy olyan ellenőrzött helyről, ahol lehet, hogy annak is vannak költségei, mert éppen azt az alapítvány támogatni illik, de egy örökbe fogadott kutya sokkal inkább tisztább küldetés, mint elmenni egy Szapihoz, és éppen megvenni az aktuális divatos színű kutyust. Na jó, nem lett annyira vidám a vége ennek a beszélgetésnek. Mi azért jól érettünk. Hát én azt gondolom, hogy tehát mi nem népszerűsíteni akartuk a kutyafajtákat, hanem valamennyire helyre, nyilván nem fogjuk tudni ezt helyre rakni, mert ahány gondolat van, ez annyiféle módon tudja generálni az embernek a cselekedeteit akár, sőt tovább megyek, ugye amilyen érzelmi állapotban van az ember, na és pont úgy fogja meghallgatni ezt a beszélgetést, és én azt gondolom, hogy talán annyiból volt szerencsés most ez, hogy mi beszélgettünk, és nem pedig csetelgettünk egymással, hogy nem ilyen kis emojikat kellett kidobálgatnunk a mondataink végére, hanem talán megérkezett mindenki ez az a gondolat, amit mi szerettünk volna átadni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen. Kedves podcast hallgatók, mai adásunkban Kresalek Ágnessel, az XXL Pitbull Kennel tulajdonosával, valamint Vaszi Zoltánnal, a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület vezetőjével, küllembíróval, a Tiger Tattoos Kennel tulajdonosával beszélgettünk. Legközelebb Kriz Orsival, a Dog Dancing első számú hazai képviselőjével, és Puza Andrással, a Hártok Rész alapítójával várunk benneteket. Ne hagyjátok ki! Köszönjük, hogy velünk tartottál! Hogy ne maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornánkra!